És akkor Hak Péter újra vonalban van, a hídgyülekezete lelkésze, egyetemi tanár és jogász. Szervusz Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy így késő este is a rendelkezésünkre állsz. Szervusz, szervusz Szandra, én még csak most indulok Pécsről haza, tehát még bőven van időm. Pécset is, igen, Pécset is azért van egy kis izgalom, azt mondják, de eléggé erős a Fidesznek a fölénye a választási körzetekben az információnk szerint. No de, mit szólsz az eredményekhez, mennyire ért téged váratlanul, illetve mit lehet kiolvasni ebből az eredményből? Hát én azt gondolom, hogy meglepetés az eredmény, tehát lényegesen jobban sikerült a Fidesz mozgósítása és az egész kampánya, mint amit a eddig legkedvezőbb közvéleménykutatási adatok mutattak. Tehát ugye a mediánnak az adata volt talán a Fidesz számára a legkedvezőbb, a 128 mandátumot becsült a Fidesznek, ugye ehhez képest most 135 mandátumnál tartanak. Nyilván a végleges eredmény jövő hét vége előtt nem lesz meg, mert addig még ezek a nagyon szoros körzetek, például Pécsen az egyik körzet, ahol Mellár Tamás igen, vezet most néhány szavazattal. Igen, minimális biztos, a különbség. Hogy, igen, 100-on belül volt a legutóbbi különbség 100 szavazaton, és ugye vannak még külföldön vagy más választókörzetben leadott szavazatok, amiket csak jövő héten fognak összeszámolni, tehát ezekben a körzetekben, itt is, Dunaújvárosban is valószínűleg csak jövő szombaton dől el, de jelenleg úgy néz ki, hogy a Fidesznek, Fidesz még csak növelni is tudja a mandátumai számát, tehát 135 képviselővel, kényelmes kétharmaddal, és ugye egy meglepetés, bár nem nagyon nagy meglepetés, de meglepetés a Mi Hazánknak a bejutása, ami egyébként összefügg az ellenzék gyengébb szereplésével, hiszen ugye úgy tűnik, hogy a jobboldali szavazók egy része, az egykori jobbikos szavazók nem mentek Jakab Péterékkel együtt az új koalícióba. Ne haragudj, Péter, hogy megszakítalak, csak épp Márki-Zay Péter elkezdte beszédét, és visszahívunk. Köszönjük szépen, hallgatjuk Márki-Zay Péter beszédét. És akkor folytatjuk még Hak Péterrel a helyzetnek az elemzését, értékelését, szinte a végeredményeknek már az értékelését. Szervusz Péter, köszönjük szépen, hogy újra itt vagy velünk a vonalban. Szervusz Szandra. Ugye az imént hallhattuk Márki-Zay Péter az ellenzék miniszterelnök jelöltjének elég hosszú beszédét, és hát ő azzal védekezett, vagy úgy fogalmazott, hogy azért eléggé a propagandának bedőlt a magyar választók jelentős része. Nagyon sok bibliai idézettel is előállt, és többször hangsúlyozta, hogy úgy imádkozik a Jóistenhez, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Hogy látott ellenzéki oldalon ez a vereség, vesztesség mekkora megosztást hozhat a jövőben? Hát én azt gondolom, hogy nyilván hoz megosztást a jövőben. Ugye ez a Márki-Zay beszédének volt nagyon fontos része, amivel nagyon egyet lehet érteni, hogy ideje hazamenniük és kialudni magukat, mert látszik, hogy azért eléggé megviselte őket. És az is látszik, hogy ugyan meglepetés volt az eredmény mérete, de azért a közvéleménykutatók közül, a mérvadó közvéleménykutatók azért a Fidesz előnyét mutatták a listákon, és ugye korábban is más műsorokban beszéltünk erről, hogy a mi választási rendszerünk alapvetően az egyéni körzetekben dől el. Igen. És ugye a Fidesznek a nagyon nagy előnyét az hozta, hogy bár pártlistán is elért 52% vagy 53 vagy 54%-ot, ez majd kiderül, ami nagyon jobb eredmény, amit 2010-ben a Fidesz nyert, ami egy elsöprő győzelem volt 2010-ben. Ennél jobb eredmény, de nagyon sok jelöltjük óriási többséggel, tehát 60% fölötti többséggel nyertem meg az egyéni körzeteket. Tehát az ellenzék igazából az egyéni körzetekben nem tudta meg szólítani, tehát a választókat. Ezzel szemben a fideszes képviselőjelöltek ezt meg tudták tenni. Az soha nem kedvező egy demokráciában, hogy egy politikus
hát burkoltan, de lehülyézi, meg legazemberezi azt a többséget, ami ellene szavazott. Így van, a lakosságnak a jelentős többségét. Ugye az ő párt szövetségük ellen szavazott mindaz, aki a Fideszre szavazott, mindaz, aki a Mi Hazánkra szavazott, mindaz, aki a Kutyapártra szavazott, tehát ugye ezek a kispártokra leadott szavazatok, ezek részben az ellenzék kritikáját is jelentik, ugye ezekre a kispártok szavaztak, akik nem voltak elégedettek a Fidesszel, de abszolút nem voltak elégedettek az ellenzékkel sem. És ugye kiderül az, hogy az ellenzék és az ellenzék vezetői, hát ugye bedőltek az úgynevezett buborék hatásnak, tehát ugye a saját szűk környezetükbe, azok között, akik között ők mozogtak és akiket meghallgattak, azok között volt egy hangulat, ami úgy tűnik, hogy a magyar lakosság többségének a hangulatával és értékítéletével nem egyezik meg. Uh-huh. És ebből érdemes lenne tanulni. Ugye ezt azért is érdemes tanulni, mert ugye az ellenzék vezér pozíciójában lévő DK az 2006 óta nem tud kijönni ebből a gödörből, amiben akkor belekerült, és azokból a gondolati kliségből, hogy itt tulajdonképpen egy összeesküvés eredményeként veszítik ők csak el a választást, és egy pillanatig nem néznek bele a tükörbe, hogy ők maguk mit rontottak el. Uh-huh. Ugye amit Orbán Viktor egyébként a beszédében mondott, az ebből a szempontból ugye nyugat-európai politikusok számára is egy lényeges elem, ugye ők azt mondták, hogy a keresztény demokrata politizálás, a nemzeti alapú keresztény demokrata politizálás az nem a múlt, hanem a jövő, és úgy tűnik, hogy ezzel a politizálással tömegeket lehet megszólítani, miközben mondjuk a német keresztény demokraták azzal, hogy a zöldekkel, meg a baloldaliakkal kiegyeztek, és minden tekintetben ezeknek a programját átvették, azzal elvesztették a szavazóik nagy részét. És ugye Orbán Viktor arról beszélt, hogy az európai jobboldal ebből a magyar sikerből, az európai a nemzeti keresztény értékrendet való nemzeti jobboldal politikai sikeréből erőt meríthet, és rájöhet arra, hogy nem kell megalkudni olyan eszmékkel, ideológiákkal, nézetekkel, amik például a tradicionális keresztény értékeket, vagy a nemzeti értékeket támadják, vagy kritizálják. Ugye az is nagyon markáns volt, hogy tulajdonképpen a Fidesz praktikusan a teljes magyar vidéket megnyerte. Igen. Ugye három körzet van, ahol még nem dőlt el, és lehet, hogy nem is fog eldőlni, mert Dunaújváros, Pécs, a két olyan körzet, ami a legszorosabbakhoz tartozik. Ugye Szeged az az egyetlen vidéki körzet, amit biztosan nyert, meg nagy valószínűséggel, vagy szinte biztosan megnyert. De ez ugye azt is jelenti, hogy tulajdonképpen az ellenzék a magyar vidéket egyszerűen nem érti, és nem is hajlandó megérteni, és ugye elkönyvelik azt, hogy ez azért van, mert a köztévét nézik. Köztévét nézik, de ez nem igaz. Hát a köztévének a nézettségi adatait lehet látni, hogy a Partizán YouTube videóját egy alkalommal többen nézik, mint a köztévé híradóját egy héten keresztül. Tehát nem igaz az, hogy az emberek nem tájékozódnak, vagy nem a tapasztalatuk alapján döntenek. A vidéki emberek sokkal inkább a tapasztalatukból indulnak ki, mint a propagandából. Azt az élettapasztalatot látják, amit hát én is ugye vidéken lelkészként szolgálva is látom, hogy az embereknek van munkája például. 10 évvel ezelőtt nem volt munka, most van munka, ugye a helyi közösségben én is rákérdeztem múltkor, hogy ki tudna munkát ajánlani, 20-30 ember emelte fel a kezét, tehát egyből 20-30 embernek lehetett volna munkát adni. Vidéki ember ezt látja, tudott falusi csokot felvenni, a gyerekének házat tudott építeni, tudott zöld hitelt felvenni, és ugye kapnak mezőgazdaságban is támogatást. Nagy szegénység van vidéken, ne értsétek félre, és nagyon sok probléma van, de mégis úgy érzik az emberek, hogy jobban élnek, mint
mint 12 évvel ezelőtt, és hogy az ország valamennyire előre ment. Igen. És ezt értékelik az emberek. Ugye látják azt, hogy nem lehet munkanélkül megélni, ami korábban ugye a segélyezési rendszerek következtében nagyon komoly feszültségeket eredményezett a vidéki közösségben, hogy azt tapasztalták, hogy megérte nem dolgozni, és azért ez Budapesten vagy egy nagyvárosban nem tűnik fel, de vidéken egy kis településen, igen. Tehát az, hogy a községekben messze kétharmad fölötti arányban nyerte meg a választás a Fidesz, ezen az ellenzéknek el kellene gondolkodni. Ezen én azt gondolom, hogy ebben nem okozott volna fordulatot egy televíziós vita Orbán Viktor és Márki-Zay Péter között. Ezzel nem okozott volna változást, hogyha a köztévében naponta 50 percet vannak, ha az üzenetük nem jut el az emberekhez. És hát tulajdonképpen az, hogy ők ilyen értelemben rosszul mérték fel a saját lehetőségeiket és a saját céljaikat, és nem erősítették meg úgy az egyéni körzeteket. Ugye a köztévében Bráz Ágoston utalt rá, hogy hát az ellenzéknek az lehet most a kiút, hogy ugyanúgy egyesíti a teljes ellenzéket, ahogy a Fidesz a Fidesz 98 óta dolgozott azon, hogy a jobb oldalt egyesítse. Ugye most is sokan elfelejtik, hogy a jelenlegi Fidesz az tulajdonképpen az egykori Fidesz, KDNP, Kisgazdapárt, MDNP-ből összegyúrt eredetileg laza szövetség, aztán egy egységes pártkoalícióként lépett fel. Lehet, hogy az ellenzéknek is ez az útja, hogy összejön. Szerintem ott hibáztak, amikor az előválasztás után a listavezető személyét is ilyen közvetlen szavazással döntötték el, mert így tulajdonképpen a helyi pártaktivisták, mondjuk a DK-s pártaktivisták nem érezték annyira magukénak Márki-Zayt, vagy jobbikos pártaktivisták, és így helyben nem tudtak akkora erőfeszítést tenni. Nagyon egy emberre tették fel ezt a kampányt, aki ugye ma többször mondta, hogy megfogtuk egymás kezét, és nem engedjük el, de közben láttuk, hogy a mikrofont is megfogta mindig, és nem engedte el, és a Bibliában tudjuk, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. És ugye ezért mindig voltak olyan mondatai, amivel a Fidesznek nem is kellett más csinálni, csak ezeket a mondatokat bejátszani. És ugye az lehet, hogy összefüggéséből kiragadott, de a mai modern politika arról szól, hogy lehetőleg ne mondjunk olyan mondatot, ami félreérthető, és ki lehet ragadni az összefüggésből, és ellenünk lehet fordítani. Szerintem Török Gábornak is igaza volt, aki azt mondta három héttel ezelőtt, hogy óriási hibát követett el az ellenzék az ukrajnai háború kitörésekor, hogy nem a béke üzenetét mondták, ugye Török Gábor arról beszélt, hogy azt kellett volna mondaniuk, hogy felfüggesztik a kampányt, és üljünk le nemzeti tárgyalásokra, hogy hogyan tudunk ebből a háborús helyzetből kimaradni. Ugye ehelyett Márki-Zay saját szavával mondta azt, hogy Orbán Viktor a felelős az ukrajnai háborúért, és hát most is gyilkosozott ebben a beszédben, ami azért nagyon elvetette a súlyt, és hát a lakosság 90%-a a béke és a biztonság üzenetére volt nyitott, és éppen az ellenzék vezetőinek a megszólalásai ijesztettek meg sok választót. Tehát őnekik szerintem most inkább önvizsgálatot kellene tartani, és azt végig gondolni, van rá 4 évük, hogy tudják a vidéket visszaszerezni, hogy tudnak a vidéki emberek problémáira reagálni, és nem csak a pesti, főleg a budai elitnek az ízlését kiszolgálni. Igen, hát nagy kérdés, hogy mennyire marad meg így ez az úgymond egységes ellenzéki összefogás, meg hogy van-e értelme ezt egyáltalán tovább erőltetni, hisz azért azt tudjuk, hogy itt rengetegféle világnézeti, ideológiai különbségek is jelen vannak, ami hát egy kis ember számára úgy tűnik, hogy ez szinte összeegyeztethetetlen. Igen, csak az a probléma, Szondra, hogy ebben a választásban
választási rendszerben, ahol újra hangsúlyozom, ez egyéni körzet, tehát a választási rendszerünk becsapós, mert egyfelől van lista, amiből úgy tűnik, mintha a pártlisták számítanak, de most is jól látható, hát a domináns, hogy ez ugyanúgy dől el, ahogy az amerikai egyéni körzetekben, hogy a győztes visz mindent, és tehát aki az egyéni körzeteket nyeri meg, az nyeri meg a választást, nem az, aki a pártlistákat. De, és az egyéni körzetekben csak egy az egyben van esélye a bárkinek nyerni. A Fidesz is ezt, a Fidesz ezt felismerte már 98 előtt, amikor a választásoknál rájött arra, hogy a második fordulóban, akinek többlet szavazata van, tartaléka van, azt tud nyerni. Ugye az MSZP 98-ban több szavazatot kapott, mint 94-ben, de mégis elvesztette a választást, mert a második fordulóra nem maradt tartaléka a Fidesznek, meg ott voltak az MDF és meg kisgazda szavazói. Ugye 2002 után a Fidesz rájött arra, hogy teljesen egyesíteni kell, tehát egy zászló alá kell venni mindenkit, és ezzel most nyerte meg a negyedik választását. Hát ha a másik oldal nyerni akar, akkor csak, tehát hogy mondjam, ha valaki futballmeccset akar nyerni, akkor meg kell tanulni lábbal rúgni a labdát, hiába mondja, hogy ő szívesebben dobja, de ha futballba indul, akkor ezeket a szabályokat kell betartani, és azt kell, és hiába mondja, hogy ő kapufát könnyebben rúg, mint gólt, ha gólra játsszák a meccset, meg kell tanulni gólokat rúgni. Tehát ha valaki nyerni akar ezen a választáson, akkor követni kell azt a mintát, amit a Fidesz, hogy nagyon-nagyon erős egyéni körzeteket hoz létre nagyon erős jelöltekkel, és csak azokra a körzetekre koncentrál, ahol eldőlhet. Úgy tűnik azért bizonyos értelemben Budapestet a Fidesz el is engedte, tehát nem nagyon kampányolt, nem indultak erős emberei a Fidesz, vagy korlátozott számba indultak, és arra koncentrált, hogy megnyerje az országot. Ha ők a Budapesten erőlködtek volna, akkor lehet, hogy rosszabb eredmény érnek el, mint így. Tehát ezeket a tanulságokat az ellenzéknek is le kell vonni, és a tragikus a helyzetben minden ilyen választásnál, hogy ugye a listák elején azok fognak bejutni a parlamentbe, az ellenzék színeibe, akik ezért a kudarcért felelősek, és őnekik kellene valahogy hát megújítani, lehet, hogy néhányuknak visszavonulni, lehet, hogy új embereknek lehetőséget adni, vagy új alapokra helyezni, de biztos, hogy le kell vonniuk a következtetést, és hát ugye azt is látszik, hogy újra visszajött a háromosztatú politikai mező, a centrális erőtér, ami 2010-ben ereje volt a Fidesznek, hiszen most már a Fidesztől balra is és jobbra is van ellenzék azzal, hogy a Mi Hazánk bejutott a parlamentbe, és ha ez így megy tovább, a Mi Hazánk erősödni fog, mert a jobbikosok, az egykori jobbikosok vissza fognak, tehát ő hozzájuk fognak csatlakozni. Igen. Számukra ez meggyőzőbb lesz, hiszen a Mi Hazánk alapvetően sikert ért el ezen a választáson, míg a Jobbik alapvetően egy kudarcnak lett a részese. Igen. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyszerű választási értékelést, elemzést Hak Péternek. Most már elköszönünk tőled, jó éjszakát kívánunk, és köszönjük, hogy közreműködtél a választási műsorunkban.